Több hetes várólisták alakultak ki egyes gumiszerelő műhelyekben. Aki még nem tette meg, még az utolsó pillanat után sem késő felkeresni a szakembereket. Hát egy jelentősen megnövekedett forgalom. Két hétre tudunk időpontot adni. Nagyon-nagyon sok autó próbálkozik, hát nem mindenkinek sikerül bekerülni. Sokan nem kértek időpontot, ez gondot okozhat a cserénél. Van olyan is, aki időpont nélkül próbálkozik. Néha valakinek van szerencséje, de a legtöbb embernek nincsen. Sokan már a szerelt felnit hozzák. Őket könnyebb kiszolgálni, de van olyan ügyfél, aki csak a műhelynél szembesül azzal, hogy az előző szezonban használt téli gumia elkopott. A változó, akinek éppen elkopott, ő újat szeretne, vagy pedig a régit, igen, ami megmaradt előző szezonból. A téli gumik ára változó. Természetesen itt is a márka és a minőség határozza meg. Inkább egy évvel ezelőtt emelkedtek fel, most az úgy stagnál. Ebben a műhelyben a szerelés árai minimálisat változtak, a vevők nagyon árérzékenyek. Szolgáltatás árait minimálisan próbáltuk emelni. Aki még nem tette meg, annak a szakemberek ajánlják, mert a műhelyekbe is évvégi leállás várható. A téli gumik futófelületén a mintablokkokat lamellák tagolják, melyek fokozzák a tapadást és a húzóerőt a nedves vagy havas utakon. Szerintem nagyon időszerű is már ilyenkor kicserélni télire, mert bármikor ugye reggel is havazott, és csúszósak az utak, tehát egy ilyen gumikkal, vagyis nyári gumikkal ilyenkor már nem érdemes, meg nem volna szabad közlekedni. A nyári abroncsok mintázata nem tagolt, és nem rendelkeznek lamellával, ezért veszélyes a nyári abroncsok télen való használata. Amennyiben nem kíván vesződni a szezonális gumiszett cserével, használjon inkább 4 évszakos abroncsokat.